annyira bírom a megosztó autókat, és ez az autó itt mögöttem a Facebook közösségtől nagyon sok kritikát kapott, hogy bazári, hogy túljátszott, hogy nem elegáns, hogy manga autó, szóval nagyon sokan megfricskáztátok, pedig nem érdemli meg, és mondok nektek valamit, ennek az autónak mindenre van egy jó válasza. Ez a jó válasz pedig így hangzik, 7.43.8. Majd kiderül, miről beszélek. Mert hogy ő a Civic Type R, CTR, egyébként így is hívják, az FK8-as, a 10. generációs Civic legdurvább, legerősebb változata, és gyere, tele van formai őrületekkel az autó. Az eleje is, a közepe is, na meg a hátulja is, de kezdjük a hátuljánál, mert a hátulja kapta a legtöbb kritikát, a legtöbb olyan beszólást, hogy Úristen, mi ez? Hogy mennyire bazári, és hogy mennyire sok, és hogy mennyire túljátszott, de nem. Nem bazári, nem túljátszott, és nem sok. Ugyanis, ha én lennék a Honda, pontosan ugyanilyenre építeném meg az autómat. Ugyanilyen kis wingleteket raknék rá, ugyanilyen kis toszokat tennék rá, ugyanekkora szárnyat raknék rá, ugyanilyen diffúzorbetétet tennék, és igen, a három kipufogónak is van értelme, ugyanis, kedves feleim, itt mindennek értelme van. 7.43.8. Ha még nem kerestél rá az interneten, akkor ne tedd meg, majd elmondom, miről beszélek. 7.43.8. Mert hogy, kedves feleim, ez az autó a japán eltökéltség mintaképe, a szobra. Egy 2 literes turbós benzines erőforrás, egy első kerék hajtású koncepcióval megépítve, a Nürburgring Nordschleife körén nála sokkal, de sokkal erősebb autókat megver. A 2000-es évek elejé szupersportautókat, Lamborghiniket, Paganikat, SLS AMG-ket megveri. De még a 2017-es TTR-est is, ami 400 lóerős, azaz 80-nal több, mint ő, és 4 kerék hajtású. Lesz egyébként nálam tesztem. Szóval ez az autó valami olyat tud, amihez kell az, hogy így nézzen ki. Kell az eltökéltség, kell az, hogy a Honda azt mondja, hogy letesszük a leggyorsabb első kerék hajtású autót, aminek a körideje a Nordschleife-n 7.43.8. Hát ez az autó erről szól. Ezért kell ennek így kinéznie, ezért kell ennek ennyire bazárinak lennie, mert minden egyes apró kis eleme a teljesítmény szolgálja, és ez annyira jó. Igen, ilyennek kell lennie. Ne vegyen mindenki Type-t, ezt csak az vegye meg, aki pontosan érti, mi a 7.43.8, az viszont imádni fogja. Belelkesültem. De még ne hagyjuk ezt a dolgot annyiba, gyere csak ide előre! Nézzük meg ezt az autót, hogy mennyire vad, hogy mennyire széles, hogy milyen sportautós kinézete van. A karbonhatású alsó peremekkel, splitterrel, kis winglettel, szárnyszéllel itt a végén. Azzal, hogy itt átmegy a levegő, hogy hűtse egyébként a Brembo fékeket, hogy itt is kap levegőt a turbomotor, ami egyébként az előző generációból származik, de picit reszeltek rajta, és így most már 320 lóerőt tud. Ugye kerékszélesítés. És a felliktől tekintsünk el, ezek téli fellik, nem ezzel jön, ez valóban nagyon bénán néz ki rajta.
de sokat sejtett a lyukgatott féktárcsa, a Brembo féknyereg, oldalt is a küszöb, karbon hatású, és hogy megérkezünk hátulra, itt jön tényleg a tűzijáték, amit már az előbb mondtam, mindenhol kis szárnytoldatok, apró kis felületek, amik a levegőt irányítják, keverik, kavarják rá a hátsó szárra, ami leszorító erőt termel, 272 km/h végsebesség, és a Nürburgringen meg lehet ezt futni, szóval leszorító erőt termel, még egy szárnyacska az őrület határát súrolva immár, és megérkezzünk ide le, hogy itt se legyen minden normális, egy hatalmas diffúzor nyilván, hogy az autót oda tapassza az aszfalthoz, és a három kipufogó, amire azt írt az egyik Facebook kommentelő, hogy nem volt három egyforma a polcon? Képzeljétek el, hogy biztos volt három egyforma a polcon. Ez bizonyos sebesség és bizonyos vezetési körülmények között nem kifele pufogja a gázokat, hanem beszívja a levegőt. Beszívja, és ezzel egy picit halkítja a rendszer. Szóval áramlás technikai hatásai vannak. Wow, tiszta őrület, nem? Hát ezért nagy szám a Type R. Ezért kell ezt megérteni, hogy tudjuk. És tudod, mi jutott az eszembe? Az jutott az eszembe, hogy az autó hasonlóságot mutat a Toyota Prius-szal, mert azt is ugyanilyen elborult elmék tervezték, csak ott más volt a cél. De valójában ugyanaz a japán gondolkodásmód, a Prius meg a Type R. Furcsa ezeket egy mondatba tenni, de valójában talán már értitek. Mind a kettő a japán zsenialitásnak valamilyen szintű manifestációja. És akkor megérkezik az ember, aki családos, és mégiscsak szeretne Type-t, és el kéne magának valahogy ezt adnia, illetve a családjának, és nincsen nehéz dolga. Ugyanis ez egy praktikus ötajtós családi autó, kérem szépen, melyben 420 liternyi csomagtér van, az ülések pedig osztva dönthetően. Egyetlen egy apróság van benne, a terhelhetősége oly csekély, hogy csak 4 személyes. Igen, 4. És ha éppen a Type R-ben hátulra száműzött minket a rossz sorsunk, akkor sincsen egyébként olyan nagy baj, hisz látjátok, kényelmesen elférek. Noha ezek az ülések, amelyek már az előző generációból is ismerősek voltak, nagyon masszívnak tűnnek, de hely van, ki van mélyítve a térdemnél, úgyhogy elférek, ne is vacakoljunk, üljünk be előre, mert igazából erről szól az egész autó. Ó, igen, baby, beülünk a Type R versenyüléseibe. És hirtelen megérkezünk egy versenyautóba. Ennél csak a Mihelis Norbinak van jobb autója. Fantasztikus, inspiráló, bár ezt a környezetet ismerjük már, de mégis ott van végig bennünk, hogy ez egy Type R. Hisz látjuk, hogy piros a logó a kormányon, látjuk a piros betéteket a versenyülés mellettünk. Egy pici plakett fölhívja a figyelmedet, ha nem tudnád, és mindig emlékezted, hogy ember egy Type R-ben ülsz, és az alumínium váltógomba, ami már ismerős volt az előd modellből is. És akkor így megérkezel, és úgy érzed, hogy na, hát ez így jó. És ez így van. Üzemmód kapcsoló, komfort, sport és plusz R, a különböző hangolások, de erről majd egy kicsit később még beszélek. De egyébként így jó ebben az autóban így megérkezni és benne lenni. Jó ez a Type R érzés. Szeretem. Mindenféleképpen énekeljük meg a motorját ennek az autónak, hisz egy mestermű, 2 literes, soros, 4 hengeres VTEC motorról beszélünk,
turbo feltöltéssel természetesen. És mint már mondtam, ez az elődből ismerős lehet, csak ott 310 lóerőt tudott, itt már 320-at és 400 Nm-es nyomatékot tesz le. Ráadásul olyan huncut, függőcsapszeges ennek az autónak az első kerék felfüggesztése, hogy ez a 400 Nm nem rángatja a kormányt, hanem gyönyörűen kormányozható marad, és még van benne sper is, ezt kicsit később meg fogjuk mutatni. A motorról még annyit, hogy 5,8-as gyorsulása van a 0-100-as sprint alatt, és 272 a vége. Egy mestermű. Ezt már csak halkan teszem hozzá, hogy valószínűleg tartós is. Szóval a Type R vagy Type R-be átkapcsoljuk a menetkapcsolót plusz R-be, és egy kicsit körözni fogunk, hogy megérezzük, hogy valójában mit is tud ez az autó itt a körpályán. Ebben az autóban ugye van egy sper, elveszem a gázt, és nagyon picit mindig meglódul a hátulja, de érzitek? Milyen szépen befordul a hátulja, és a sper viszont iszonyatosan jól dolgozik. Fordítsa be az autó orrát a kanyarba, és ami a legszebb, hogy semmit nem érzek abból a 400 Nm-ből a kormányon, ami hajtja az első kerekeket, gyönyörűen fordul. 60-as a tempó, stabilan, folyamatosan érzem, hogy csúszás határon vagyok, de nem csúszik meg. Zseniális, nagyon jól fordul, eszméletlen jó, erős, és nagyon szépen úton tartja. Gázelvétel, egy nagyon picit megmozdul a hátulja, de nem veszélyes, jó, biztonságos, stabil élmény autó.